az ülést megnyitom, megállapítom, hogy 5 taggal határozat képesek vagyunk. Kérdezném, hogy van-e valakinek napi rend előtt? Szabó. Igen? Műszaki probléma. Nem, csak hogy közöltök. Fülészeten van rendelés. Mester utca. Kedden csütörtökön délelőtt. Nekem jó volt. Igen, a Szabó Gyula és Varga Józsefnek lesz napi rend előtt. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a napirendet avval a módosítással, hogy érkezett a kettes napirendhez egy 113/3/2023-as anyag, ezt is szeretném, hogyha fölvennénk a napirendek közé. Kérem, aki egyetért ebben, akkor szavazzon. Megállom, 4-1 tartózkodással elfogadtuk. Kérem, akkor napirend előtt Szabó képviselő úr. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Én meg szeretném megdicsérni a munkádat, amit itt csináltál a virágosztásnál. Profi munka volt az egész, olyan szépen legördült a dolog. Már azt hittem, hogy te meteorológus vagy, mert minden időpontot időbe megtaláltad, és nagyon szép a kertem már el is ültettük a virágokat. Hát meg vagyok elégedve ezzel. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó, köszönöm szépen. Én meg a dicséretet továbbadom, természetesen a Városi Üzemeltetési Iroda munkatársainak, akik nagy részben hozzájárultak a lebonyolításhoz, és a polgármester úrnak is a költség fedezetét biztosította erre a munkára. Köszönjük szépen. Varga József képviselő. Én kifizetem. Igen, és a pénzügyi iroda vezetőjének is köszönjük. Én köszönöm a szót. Az első kérésem az lenne, hogy az előző ülésünkön 4/25-én kértük azt, hogy legyen lakossági fórum egy hónapon belül. Hát most majdnem eltelt 2 hét, meg szeretném kérdezni, hogy mikor lesz megszervezve a lakossági fórum. Az, hogy itt el lett írva, azt majd tisztázok a végén, mert az hosszabb ideig tart, megbeszéltük. A felelős az rosszul lett rögzítve. A másik, hogy én föltettem a múltkori ülésünkön 5 rövid kérdés, ami nem pénzügyi kérdés, hanem kisebb problémák. Abba se történt még semmi, például az, hogy a szemafor közben 6 hónap ezelőtti gajazást ott hagyták még a lakások előtt, akkor a Gyálut A és a D közötti 5 emeletes épület előtt 5 darab vaskorlát beton talppal egy éve ott fekszik a fűbe, azt kértem, hogy távolítsák el, és a okos oszlop, amit megemlítettem, most már föl van állítva, és hiányzik még mindig a tábla, teljesen szabálytalanul üzemel az alkos oszlop. Úgyhogy erre se történt semmi még, úgyhogy nem kaptam rá választ írásban se. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, majd irodavezető úr alkalomattán kérjük, hogy ezeket rögzítse és próbáljon segíteni, amennyire lehet. Jó? Köszönjük szépen, akkor áttérnénk a napirendekre. Az első napirend a beszámoló a 2022-es évi 1-től 12 havi gazdálkodásról szól. Kérem, ehhez van-e valakinek kérdés, észrevétel? Ilyet nem látok. Kérem, akkor a határozati javaslatról szavazzunk. Igen, 4-1 tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor áttérnénk a költségvetés módosításához, és amit plusz felvettünk anyagot, annak a megvitatásához. Én kis hiányérzetem van, és a polgármester úrral már tegnap este beszéltünk is erről. Azt szeretném
elmondani. Örömmel tapasztaltam, hogy a játszóterek felújításánál a Csengetty utca a 11 második ütem benne van, az egyetértés 1-3 közötti, ami meg van tervezve szintén, az is bekerült, és ugye majd szeretném valamikor ezt a fitness parkot az Ülői 187-nél irodavezetőről megbeszéltük, hogy tervezés alatt van, és akkor ha sikerül, akkor a szeptemberi költségvetési módosításnál megpróbáljuk ezt betenni. Az viszont hiányérzetem van, ugye, hogy az ifjú munkás második üteme, hogy nem szerepel a költségvetésbe. Ez nagyon, nagyon szomorú, ugye, mert ez is lényegében meg van tervezve, az első ütem elkészült, műszakilag át is lett véve, a iroda is átvette, a lakók megelégedése vették tudomásul, hogy ez a beruházás megtörtént, de hát ugye várjuk a ifjú munkás második ütemét is. Én értem, amit a polgármester úrral is megbeszéltünk, ugye, hogy egyelőre anyagi nehézségek vannak, vagy nem tudom mi a probléma, majd elmondja a polgármester úr, de ez minket az elég nagyon hátrányosan érinti a részönkormányzat területét, ez a beruházás elmaradása, és én így valószínűleg nem is tudom támogatni majd az egész költségvetést, mivel ez kimarad ebből a költségvetésből. Valamint javaslatot tennék arra is, nem tudom, hogy kinek tehetem majd, a városvezetésnek vagy a városüzemeltetési iroda felé, hogy előbb-utóbb kéne valamit elkészítenünk a többi utak szőnyegezésére is. Itt gondolok ugye a Tűzoltó utca szőnyegezésére, gondolok itt a külső Mester utca szőnyegezésére, és azért bent is Árva Péter bizottsági elnök úrtól is hallottam, hogy ott is vannak olyan útszakaszok, amik eléggé elfogadhatatlanok, hogy ennek kéne egy ütemezett valamilyen hosszú távú megvalósításra, valami előterjesztés véle, vagy valami történne ebbe a dologba, mert ezek is ugyanúgy, mint az ifjú munkás utca, ezek is felújításra szorulnának, és ebbe is kéne, hogy előre lépjünk. És én úgy gondolom, hogyha erre születne egy ilyen hosszú távú ütemezett megvalósítás, vagy valami, akkor ezeknek az úttesteknek is az előbb-utáni kiavítása megtörténne. Valamint ugye meg kell említenünk, hogy ugye vettük ezt a kártyúzó gépet, de hát ezek csak a kisebb lukak eltömésére alkalmasak, amikor már ilyen 60-70 cm szélességű, meg hosszúságú kártyúk keletkeznek, és viszonylag mély kártyúk vannak az utakon, akkor ez a kártyúzógép erre nem alkalmas ennek az eltömésére. Jó, annyit még azért a költségvetésnél szeretnék még kérdezni, hogy ugye kint voltunk a képviselők és a Városüzemeltetési Iroda Nyúldomnál készült egy ilyen helyszíni bejárás. Én szeretném, hogyha a Nyúldomnál egy tervezési szakasz is elkezdődne, valamint itt ugye nem megkerülhető a lakosságnak a véleményének a kigérése is, az érintett épületeknek a megkérdezése, tehát hogy egy olyan tervezői szakasz kéne, vagy esetleg egy olyan anyag, ami az ott lakókkal is tárgyalható lenne a Nyúldom tervezésének, valamint hát a közterületi kameráknak a kihelyezésére, ugye itt volt egy kamera a Dés-Uber utca 20 előtt, amit elvitt a közterület felügyelet, a részönkormányzatot természetesen nem tájékoztatta, valószínű, hogy a városvezetés erről tudott, de azért itt ennek a területnek a kamerával ellátottsága ez így nulla lett, tehát itt valami itt a napfény Dés-Uber utca sarkánál mindenféleképpen kellene egy kamerát betervezni a közeljövőben. Én nekem ezek lettek volna, Varga képviselő úr. Köszönöm. A költségvetésben megjelent, amit köszönöm, most már 5003-as sorban 10 millió forint a parkolási
kiépítésére. Ellenben a 41-21-es sorban megjelent 169 millió, amely 246%-os teljesítés most már. Azt szeretném megkérdezni, mert az ideiglenes bizottság most mondja, fölállt, fogunk dolgozni, hogy ebből a 169 millióból mennyi a más csatorna tervezési költség? Pontosan mennyi belőle ezt meg tudnád mondani? Köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor adom a szót. Köszönöm a szót. Igen, tehát a nyúldomnak a tervezése az része ennek a tervezési sornak. Ugye, miután nagyságrendileg sem tudtuk belőni, hogy ez a tervezés mennyi lesz, ezért nem lehet volna célszerű saját soron szerepeltetni, hiszen az vagy nem elég, vagy megmarad, ezért használtuk ezt az eszközt, hogy akkor erre a tervezési sorra megy. Ugyanez a helyzet a MÁV lakóteleppel kapcsolatban is, tehát az a körülbelül 30 millió forinttal van eddig, vagy most is számolva, de nyilvánvalóan ez is az a pont, amikor várjuk a bizottságnak a munkáját, hogy ezt egyébként pontosabban lássuk. Nyilván ebből az összegből, ami most rákerült pluszban, ebből a következő 3-4 hónapban, tehát a következő módosításig minden olyan tervezési munkát el lehet indítani, amit képviselők kértek. A már említett nyúlnom mellett valóban a VIK bizottságtól is érkezett utcafelújítással kapcsolatos tervezési kérdés, azt is innen fogjuk tudni költeni, tehát hogy ez a sor, ez most ezekre mindre fedezetet nyújt. Igen, a útfelújításra, igen, tehát hogy valóban kéne többet költeni, egyszerűen ez egy, hát továbbra is egy alapvetően feszített költségvetés. Nyilvánvalóan a sorrend az nagyjából, vagy a prioritási sorrend alapvetően úgy nézett ki, hogy először a rehabilitációval összefüggő költséget állítottuk be, az ugye a BB27 épületnek a költségeit, a következő két épületnek a tervezésének a költségeit, egy következő, még az idén elindítható kiköltöztetésnek a költségeit. Ezt követően lettek alapvetően közterületi felújítási összegek beállítva, ugye a Pöttyösnél egy 300 milliós összeg belett állítva, amiből meg tud újulni végre az a közterület is. És hát nem tudok máshogy mondani, mint hogy ennek a végén az ifjú munkásnak, vagy egyébként valóban a Tűzoltó utcának, ami szintén egy felújításra váró terület, annak a fedezete ugye az ifjú munkás folytatására a szakirodától egy ilyen 180 millió forint körüli összegre kaptunk javaslatot, hogy annyit kéne beállítani. Azt egyelőre nem tudtuk, nem sikerült beállítani, de jelezte Tolsa frakcióvezető úr, hogy a frakció még nem keres ennek forrást, úgyhogy amennyiben ő jelentkezik egy javaslattal, akkor azt természetesen meg fogjuk vizsgálni, de valóban egyetértek, hogy hosszú távon ez nyilván elkerülhetetlen. A két utcakasz, amiről még szó volt, igen, Tűzoltó, egy középső, mi volt? Ja, Külsőmester utca. Igen, tehát a Külsőmester utca az valóban nagyon rossz állapotban van, ott már ott valóban volt már egy megrendelése is a szakirodának, időközben az a cég, aki ezt a munkát elvégezte volna, ő jelezte, hogy ezt a munkát nem tudja elvégezni, de az a forrás, ami az ő közbeszerzési szerződésében volt, azáltal visszakerül a sorra, tehát azzal a plusz 80 millióval, ami most rákerül, azzal igazából van egy megnövekedett keret, és abból ezt a beruházást nyilván el fogjuk végezni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Költségvetése, Szabó úr? Nem. Akkor a költségvetési vitát akkor megbeszéltük, akkor ezt akkor így köszönjük szépen a alpolgármester úr válaszait, és akkor az benne van az anyagban, tehát az nem kell külön, tehát felvettük a napi rendi pontok közé, tehát javaslom azt, hogy ez is kerüljön be a képviselőtestület elé. Akkor a költségvetés módosítás 2023-as évéről kérem, hogy szavazzunk akkor. Igen, kettő, igen, egy nem, és két tartózkodással akkor nem fogadtuk el így a költségvetést. Köszönöm szépen, akkor
Van a harmadik napi rendi pontunk, Jancsó képviselő társunknak van egy szervezet és működési szabályzatnak a módosítása. Második ütem, kérdezném, hogy ehhez van-e valakinek kérdés, észrevétel. Varga képviselő úr. Köszönöm a szót. Múltkor is feltettem a javaslatomat, hogy a közmeghallgatás teljes jogosan 15 nap előtte illene közé tenni, és van egy olyan szó, hogy közétételi helyszíneken. Ezt szeretném megtudni, hogy mit jelent ez. Én akkor javasoltam, hogy konkrétan írjék oda, hogy a hirdető táblákon legyen megjelenítve. Ez azért mondom, mert a helyi újság az megint megjelent most májusban már, megvan, és most lesz május 25-én közmeghallgatás. Tehát ahhoz, hogy fölkerüljön az új újságba, ahhoz előtte, igaz, hogy már fönn van egy pár hónapja a program, előtte az újságba meg kéne jelentetni. De a hirdető tábla majdnem minden busz megállóban van, legalábbis a MÁV telepen, Aszúri telepen hirdető tábla, ott a lakók tudnának információt kapni. Ezt azért mondom, mert az előző közmeghallgatáson összesen 3 kérdés volt. Azért furcsa az, hogy ez közel 50 ezer lakosú kerületnél 3 kérdés van. Most választás előtt állunk, úgy érzem, hogy a választópolgároknak a véleményét, kérdését illene meghallgatni, és időben kellene egy tájékoztást adni nekik. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok. Kérem akkor, aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon. Köszönöm szépen. Négy igen, egy tartózkodással akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen, az ülést bezárom akkor.